család igazából egy nagyon részletgazdag téma, tehát mindig lehetnék valamit kiemelni, amiről talán az egyházban vagy a társadalomban annyira nem beszélünk. Nemrég például a nagyszülő kapcsolata az unokákkal merült föl, hogy hogyan készül valaki arra, hogy nagyszülő legyen, meg egyáltalán a nagyszülőnek mi a dolga a családban, meg mit csináljon és mit ne csináljon, ha jót akar a gyerekének is, meg az unokájának is. És na, kiderült, hogy az is olyan téma, ami valahogy mindig fű alatt van. Valahogy abból indulunk ki, hogy amikor megszületik az unoka, az ember automatikusan tudja, hogy nagyszülőként hogyan kell viselkedni. Aztán nem biztos. Na, a mai napon nem a részletekről fogok beszélni. Az volt a kérdés, hogy inkább így egy általános bevezetést adjak. A részletekről majd fogtok beszélni úgyis még, vagy akár ilyen családi napon is, akár más formában, de először úgy gondoltuk, hogy érdemes egy kicsit a hátteret tisztázni, amikor a családról van szó. És igazából egy mondat a lényeg. Tehát ha majd a végén azt gondoljátok, hogy ez a Márkó sok mindenről beszélt, de mi volt a lényeg, akkor rögtön az elején elmondom a lényeget egy mondatban, ami úgy hangzik, hogy a család a legkisebb egység, ahol meg lehet tapasztalni, hogy milyen az Isten. Ennyi. Ennél bonyolultabb nem lesz, illetve lesz, de ez a lényeg. A család a legkisebb egység, ahol meg lehet tapasztalni, hogy milyen az Isten. Na, én ezt honnan veszem? Ugye? Első lépés. Ez hogy működik a gyakorlatban? Ez a második kérdés. Tehát mondjak példákat. Aztán, hogyan lehet ezt tökére fejleszteni? Hát, ha a mi családunkban talán még valami hibázik. Na, ez lesz a harmadik lépés. És akkor olyan megvan az előadás menete is. Egy nagyon érdekes dolgot olvasunk rögtön az elején a Bibliában, amikor Isten megteremti az embert. És felolvasom, hogy lássuk, mi az. Az első fejezet 26. fejezetében Isten először is elmondja a tervet, hogy mire készül, amikor azt mondja, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Aztán a 27. versben már meg is csinálja, és le is írja a Biblia, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. És én ezt úgy fogom föl, hogy amikor Isten önmagát akarta kifejezni a legjobb módon a teremtett világban, akkor ő ezt úgy tette, hogy férfit és nőt teremtett, és ha ők együtt vannak Istennel, akkor kezdik egyrészt megtapasztalni a mindennapi életben, hogy milyen az Isten, másrészt kezdik kiábrázolni mások felé, akik majd lesznek, hogy milyen az Isten. Mondtam, hogy a bonyolult résszel fogok kezdeni. Azért bonyolult ez, mert Isten bonyolult. Gondolom a Szent Háromság vasárnapján nálatok is volt erről szó, ha eljöttetek az Isten tiszteletre. A Biblia nagyon világosan kimondja, hogy csak egyetlen egy Isten van, nincs több. Ugyanakkor ez az egy Isten nem magányos, és soha nem is volt magányos. Ez az egy Isten az egységen belül úgy működik, mintha három személy lenne egy örök szeretet közösségben,
De nincs három Isten. Nem úgy van, hogy akkor az egyiket ki tudjuk szedni, meg a másikat, meg a harmadikat. Nézzük meg az egyiket, hogy ő milyen. Amikor az egyik ilyen személy kerül a szemünk elé, akkor abban benne van a másik kettő is. Hogyan az Úr Jézus mondta a tanítványainak, hogy aki engem látott, az meglátta a mennyi atyát is. Tehát ez az is, ugye ez nem semmi. Tehát az ember azt gondolja, hogy egy valakit lát, az Úr Jézus azt mondja, hogy nem. Ami kisugárzik belőle, amit ő tesz, amit lehet tanulni róla tőle, az nem csak róla szól, hanem automatikusan az Atya Istenről is szól. Na ez ugye a Szent Háromság misztériuma. Tudunk erről szavakat mondani, megérteni nem fogjuk soha az életben, de fontos érteni, hogy egy olyan egységről van szó, amely több elemből áll, és amikor előveszik az egyiket, akkor automatikusan benne van a másik kettő is. Tehát ilyen az Isten önmagában. Még akkor is volt ilyen, akkor még nem volt világ. Hát egy ilyen bonyolult Isten, hogy tudja önmagát kijelenteni a világon? Azonnal kiderül, hogy egy emberben nem fog menni. Egy ember egyedül ezt a bonyolultságot nem is tudja kijelenteni, megmutatni, átélni se. Ezért mondja Isten a teremtésnél, amikor még csak egy szál ember van, hogy ez így nem jó. És Ádám húsából teremt egy feleséget neki, és azt mondja, hogy ti egy test vagytok. És akkor nem csak a húsra kell gondolni, hogy egy testből voltak, hanem van egy szép kifejezés a magyar nyelven, hogy ők egy testület. Oké, értjük jól, hogy miről van szó. Istenek az volt az elképzelése, amikor ezt a rendszert létrehozta, hogy amikor előveszünk a férfit, akkor ő benne, a gondolkodásában mondjuk így, nem csak ő van, nem csak önmagára gondol. Amikor előveszünk a férfit, akkor az ő gondolkodásában ott van az Isten is, meg ott van az ő is, ott van ő is, és ott van a felesége is. Tehát ez az egy szál ember nem csak önmagára gondol, hanem mindig és mindenben teljesen számol azzal, hogy Istennek mi az elvárásai, Istennek milyen a vágya, mit kér és kíván az embertől, és azt szívesen megteszi. Ugyanakkor a férfi gondolkodásában, vagy a szívében, vagy ahogy akarjuk mondani, ott van a felesége is. Hogy neki milyen vágyai vannak, neki milyen elvárásai, neki mi lenne a jó. És ez a viselkedéséből ki is derülne. Amikor az ember ilyen férfival találkozik, akkor is, ha csak ővel találkozik, és beszél vele három szót, akkor azonnal kiderül, hogy ez a férfi nem magányos. Van neki felesége, és van neki Istene. Ugyanúgy, amikor az ember a feleséggel találkozik, még akkor is, ha a pékségbe a sorba állunk, és beszélek ilyen asszonnyal, azonnal kiderül a beszédjéből, a viselkedéséből, a hozzáállásából, talán a kisugárzásából is, hogy van neki férje, és van neki Istene. Ez volt az eredeti elképzelés. És nem véletlenül férfivá és nővé teremtette Isten ezt a rendszert, aminek ő a csúcsa, az éltetője, mert ugye csak amikor egy férfi és egy nő van együtt, akkor olyat is tudnak képviselni ezen a földön, amit igazából csak Isten tud, és az az, hogy életet adnak.
Az életet adják tovább, most már szépen így kell mondni, mert az élet Istentől van, de Isten nem csak két embert akart látni. Istennek volt egy elképzelése arról, hogy hány embert szeretne látni. Még igazából két emberben se tudta Isten önmagát kifejezni, de ha lenne 100, akkor már jobban működne. De ha lenne 200 ezer, 5 milliárd, egyre jobban működne a dolog. Egyre jobban lehetne kifejezni azt a gazdagságot, ami Istenben benne van, de egy emberben, vagy két emberben, vagy három emberben nem lehet kifejezni. És Isten olyan is, hogy ő mindig szívesen bevonj embereket az ő munkájába. Tehát amikor ebben a rendszerben megszületik egy gyerek, és a gyereknek megjön az esze, a gondolkodás, lehet, hogy 3 évesen, és föltekint a szüleire, akkor mit lát? Lát egy apuka, akinek van Istene és van felesége. Lát egy anyuka, akinek van férje és van Istene. Ettől a kettőtől kapta ő az életét. Ők az eszközök abban, hogy ő legyen, de annak a hátterében az Isten áll. És az az Isten az, aki beszél még a szüleivel is arról, hogy hogyan lesz áldott az élet. Ezért olyan fontos téma az egyházban, de még a társadalomban is, a család. Mert ha ránézek a szüleimre, de tudom, hogy apu, és kellett egy anyu is hozzá, hogy én legyek, akkor értitek, hogy nem ugyanazt a képet kapom a világról. Vagy apu, anyu, de örök haragban állnak egymással, tehát apu fejében nincs anyu, anyu fejében nincs apu, és lehet, hogy még Isten se annyira, akkor megint a gyerek más képet kap a világról. Tehát mondhatjuk azt, hogy a család család, persze, hát ha az egészet nézzük, a kocsi. De a Mercedes nem ugyanaz, mint az Opel. Van különbség. Attól nem jobb az egyik, mint a másik, csak van, amit tovább fejlesztettek. Van, amit tovább gondoltak. Van, amiben több energiát fektettek. Ezért drágos. Mivel ez van, hogy ideális esetben a gyerek a családban megtapasztalja, hogy milyen az Isten, mivel az Isten apu, anyu háromság hasonló dolgokat képvisel, mint csak az Isten egyedül. Mivel ez így van, a gyerek már csak egyszerűen attól, hogy a családban van, kezd valamit tanulni az Istennel való kapcsolatról. Azt ő még nem tudja, hogy ez Istenről is szól. Nekünk kell tudnunk. Nekünk lesznek olyan tapasztalataink, amikor megszületnek a gyerekek, és elkezdjük nevelni ezeket a gyerekeket, hogy hé, hoppá. Olyan érzések keletkeznek bennem, amelyeket ismerek valonnan. Amelyekről olvastam már. Olyan dolgokat kezdek mondani a gyerekemnek, amelyeket valaki nekem is mondott. És nem csak az apukámra gondolok. Olyan dolgokat kezdek tenni, amelyeket korábban csak úgy ismertem, hogy valaki velem teszi meg. Mi a gyereknevelés egyik nagy csodája, azért nem fordul elő olyan sűrűn. A gyereknevelés egyik nagy csodája, hogy mondok valamit a gyerekemnek, és ő megteszi. Harmadszor. Nekem, a 9 éves most a lányom, de nekem még mindig csoda, hogy harmadszor tényleg azt csinálja, amit mondok.
Miért? Hát most már néha-néha értem, hogy miért, mert ő tudja, hogy ha nem csinálja, akkor mi lesz. De voltak olyan esetek, amikor 2-3 éves voltam, akkor szintén mondtam neki valamit, és ő megcsinált. Ja, persze, hát nagy vagyok, meg hangosan is tudok rászólni, meg... De még mindig. Csoda. Honnan van nekem ilyen tekintélye? Miért van nekem egyáltalán tekintélyem? Hát azért van nekem tekintélyem, mert a gyerekem nem ismeri a világot. Neki gőze nincs. Nem tudja, hogy amit ő jónak gondol, azt az óvodába nem mindenki fogja jónak gondolni. Magyarul, ő jónak gondolja, hogy elveszi egy másik gyereknek a játékát. Minden neki jó. Most ő játszott vele, de nagyon tetszik, most már enyém. Neki ez jó. Ő onnan fogja megtanulni, hogy a társadalom nem így működik. Nem olyan, hogy lopunk. Elveszünk másnak a játékát. Hát ha minden igaz, elsősorban a szülő szeretettel és kitartással, és néha nagyon hangosan rátanítja. Mert jobb, ha olyan ember tanítja a gyerekeimet ezekre a dolgokra, aki szereti őt, mint hogy később az iskolarendőr tanítja meg rá. Vagy a rendőr egyáltalán. Vagy egy nála 2 évvel idősebb fiú, aki majd elmagyarázza, hogy hogy működik ez a gyakorlatban. És abban a fiúban nincsenek gátlások, amikor meg akarja védeni a saját játékait. Nagyon fontos, hogy legyen ez a tekintély, nagyon fontos, hogy éljek ezzel a tekintéllyel, mert én egy picivel jobban ismerem a világot, mint a saját gyerekem. Az én felelősségem, hogy őt tanítsam rá. Nem könnyű. Mondom, hogy már nagy csoda, hogy harmadszor rám hallgat. De valahonnan ismerős ez a helyzet. Én ismerem a világot. Hát jobban, mint a 3 éves gyerekemet. Gyerekem. Jobban, mint a 9 éves gyerekem. Jobban, mint a 18 éves gyerekem. De most komolyan én ismerem a világot, nem. Nekem is szükségem van arra, hogy megismerjem a világot, tudjam meg, hogy hogyan működik a világ valójában. És a legtisztább magyarázott attól származik, aki létrehozta, aki összerakta, aki működtetté. Ez az Isten. Fordítva. Akkor Isten vajon tanít engem arról, hogy hogyan működik a világ? Hát szeretné. Annyira szeretné, hogy gondoskodott róla, hogy le is legyen írva a világ működése egy könyvbe. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a saját nyelvünkön olvashatjuk, sőt, itt a városban nem csak egy helyre tudunk elmenni, ahol még segítséget is tudunk kapni abban, hogy értsük meg, hogyan működik a világ. Mert a szerző, a létrehozó, a fenntartó szívesen elmagyarázza. És nagyon jó lenne nekünk is, ha harmadszor is ráhallgatnánk. Tényleg így működik egy házasság? Tényleg így működik egy család? Tényleg így kell viselkedni egy munkahelyen? Tényleg jó adni? És folytathatjuk a sort. Hát ő mondja. Na honnan tudom meg, hogy az igaz? Hát úgy tudom meg, hogy kipróbálom. És amikor az embernek gyereke születik, akkor Isten ilyen kényszerhelyzeteket is hoz létre. Hogy most mutassam meg, hogy mit tanultam, vagy mit értek
mit értettem meg ebből az egészből. Nem, akkor a gyerekem tényleg nem hallgat rám, és egyre durvább dolgokat kezd csinálni, akkor kevésbé szeretem? Most komolyan? Hát az a fura, hogy ilyen kettős érzés lesz bennünk. Hát szeretem, mert a gyerekem, de nem szeretem, amit csinál. Ezért őt is utálom, de nem azért, mert ő kicsoda, hanem azért, mert ő olyan dolgokat tesz, amelyek egyszerűen undort indítanak ki bennem. Ugye? A gyereknevelés egyik sarokpontja, hogy ne hagyjam, hogy a gyerek olyan dolgot csináljon, amitől elkezdem őt utálni. Ha már nekem se tetszik, amit ő csinál, csak hagyom, akkor másnak még kevésbé fog tetszeni. Mire lennék képes? Hogy megmentsek egy drogos gyereket. Mire lennék képes? És csak körül kell nézni azokban a családokban, ahol például függőségben szenvedő gyerek van, hogy a szülők sok mindenre képesek. Képesek arra, hogy a látszatot fenntartsák. Mindenki tudja, hogy mi van. Képesek arra, hogy eltűrjék ezeket a dolgokat. Képesek néha-néha még arra is, hogy századszor is belemenjenek a játékba, amikor a gyerek hazudik, hogy mire kellene a pénz, és a szülő is tudja, hogy mire fogja költeni. Talán a legnehezebb ilyenkor, hogy a szülő képes legyen arra, hogy azt mondja, fiam, az a fajta szeretet, amit eddig gyakoroltam veled, az nekem nem jó. Neked most szembesülnöd kell a cselekedeteidnek a következményeivel. Ami azt jelenti, hogy nem lesz olyan szép az életed. Ridegebb lesz az életed. Mert én jót akartam neked, te állandóan elutasítasz engem is, meg azt a jót, amit akarok neked adni, akkor tapasztald meg, hogy ennek mi lesz a következménye. Ezért a legnehezebb ez egy szülőnek, mert ugye akkor tényleg ketté szakadt a szívem. Hogy úgy kellene szeretni a fiamat vagy a lányomat, hogy közben a legdurvább dolgot mondom neki. Hogy szenvedni fogsz. Mert ha nem fogsz szenvedni, nem fogod megérteni, hogy te mit csinálsz. Hogyan fordultál magad ellen, a családod ellen, meg a szülőd ellen. És ilyenkor mit mond a szülő? Életemet adnám, ha őt tudnám megmenteni. Inkább dögöljök meg én. Csak legyen valami megoldás. Nem igaz? Ez az evangélium. Az evangélium az az, amikor egy szülő azt mondja, egyrészt a gyerekem nem fog mindent megkapni, nem fog minden jót megkapni, amikor ő állandóan a rosszat csinálja, tapasztalja meg a tettének a következményeit. De közben én dolgozom azon, hogy legyen megoldás. Amit ő nem tud megtenni önmagáért, azt én megteszem helyette. Remélem, hogy ezt közülünk senkinek nem kell
végig szenvednie ezeket a dolgokat. De valaki végig szenvedte ezeket. Miattunk. Ez az evangélium. Hogy sokszor, harmadszor sem vagyunk képesek Istenre hallgatni. És folytatni azt az életvitelt, amit mi látunk jónak. Isten elmagyarázta, hogy nem lesz jó. Se neked, se másnak, a társadalomnak, senkinek nem lesz ez jó. De főleg nekem okozol ezzel fájdalmat. És bírom, és nem hagylak teljesen lecsúszni, de valamikor elég. De azért a végső megoldást megadom. Mi ez történt? Amikor eljött az Úr Jézus. Amikor elhagyta a mennyi dicsőséget, mint a Szent Háromság második személye, és kisgyerekként megszület. Erre készülünk! Isten szeretetének a kifejezésére készülünk, amikor karácsonykor arra fogunk, hogy arra, ezért fogunk hálát adni, hogy az Úr Jézus ezt vállalta, mint az Atya egyszülött fia vállalta a végső megoldást, ami azt jelenti, hogy ő szenvedte a halált helyettünk, hogy nekünk ne kelljen. Na, értitek? Ha komolyan veszem a gyereknevelést, ha tényleg szeretem a gyerekemet, és értem, hogy milyen folyamatok mennek végbe, és kapok egy kis segítséget, akkor önkéntelenül is a saját életemben fogom megtapasztalni, hogy Isten hogyan viselkedett velem, amikor én vagyok ugye a szendvicsnek a közepe, az Isten és a gyerekem között. Amikor nem értem a gyerekemet, nem értem a világot sem, amire fel szeretném készíteni a gyerekemet, és ezért csak egy dolgot tudok tenni. Belém szívni mind azt, amit Isten nekem tud adni, hogy azt tudjam továbbadni. Mert tudom nagyon jól, hogy nem vagyok az az apu, akinek a fejében a feleség teljes világa is ott van, meg az Istennek a teljes világa is ott van. Tudom, hogy nem vagyok az az anyuka, akinek a szívében ott van a férjem teljes élete, meg az Isten teljes élete is. De ezt szeretném! Mert most Trabant a család, de nem lenne baj, ha lenne Opel. És jó lenne valakivel leülni, akinek már Mercedes-e van talán, hogy elmagyarázza, hogy hogyan lehet odaig eljutni egyáltalán. Én szerintem a családi élet, a gyerekneveléssel együtt, de azzal együtt is, hogy majd kirepül ez a gyerek. És még azzal együtt is, hogy majd lehet, hogy nem itt fog lakni. És lehet, hogy az unokámat Skype-on keresztül fogom látni. Mindez egy borzasztóan bonyolult dolog. Nem születünk úgy, hogy amikor megszületik a saját gyerekünk, automatikusan tudjuk, hogy mit kell csinálni. Vannak ilyen ösztönös dolgok bennünk természetesen. Vannak minták, amiket hoztunk hazúról. Aztán a nevelésben elég gyorsan kiderül, hogy apu nem biztos, hogy ugyanazt a mintát hozta hazúról, mint anyu. Most nemrég jó odában beszéltünk arról, hogy mikor derül ez ki. Akkor derül ez ki, amikor szabályokat akarunk alkotni. Amikor már meguntuk, hogy a gyerekünknek 150 millió dolgot tiltottunk meg, de ennek a sornak nincs vége. És jobb lenne egy szabályba összefoglalni a lényeget, hogy én is értsem, meg ő is értse, hogy hol a határ. Beszéltünk egy olyan szabályról például, hogy az esti messe után szépen fogat mosunk és lefekszünk, hogy holnap ki legyünk aludva, hogy akkor is jó kedvünk legyen. És akkor már 150 dolgot nem kell megtiltani este. Hanem egyszerűen mindig ugyanarról a szabályról kell beszélni. Csak, mondom, amikor kezdünk szabályokról beszélni, akkor azonnal kiderül,
hogy nem is olyan egyszerű. Amikor apu, anyu, aki két különböző családból származik, egy közös szabályt szeretne megalkotni. Ugye ez általában nem a gyereknevelésnél derül ki először, hanem amikor be akarjuk rendezni a közös lakást. Ugye? Nagyon egyszerű kérdés. Hova rakjuk a szakácskönyveket? Hát, nagyon logikus. A könyveket a könyves polcra rakjuk. Mi van? Tehát ez a könyves polcra a nappali baba, ha nehogy már. Tehát a főzőkönyveket természetesen a hűtőszekrény tetejére rakjuk. Mi van? De akkor hova rakod a tojásokat? Hát a hűtőszekrénybe. Hát te bolond vagy? Értitek, úgy kezdődik. Na, Pepitában, amikor már kezdünk gyereket nevelni. És nem a tiltások felé próbáljuk megközelíteni a gyerekünket, hanem a szabályok felől. Házi feladat a következő 3 hónapra, hogy próbáljatok 10 szabályba megállapodni. Istennek sikerült, ő 10 szabályból össze tudta foglalni, hogy gyerekek, ha jót akartok magatoknak, pák, 10 szabály. Na, nem semmi. Nem is olyan, tényleg nem könnyű. Próbáljon 10 szabályból összefoglalni a családunk életét. Nem egyszerű. De hasznos. Miért hasznos? Hát mert akkor oda lehet rakni a hűtőszekrényt. Hűtőszekrényre? Ja. Vagy valóban. Amikor apu is, meg anyu is, és az összes gyerek is tudja, hogy mi a szabály. Mi abba állapodtunk meg, hogy. És amikor apuci megszegi a szabályt, akkor a két Gabika is szólhat, hogy apuci. Ugye azt beszéltük meg, hogy nem hangoskodunk. Igaz? Most nekem leckét kell írni, tehát nem hallgathatott a Joe Cockert 100-on a nappaliba, mert az engem zavar. Például. Tehát én az apád vagyok, tehát ne szólj vele. Na, ismerjük ezt. Értitek? Borzasztó nehéz. Gyereket nevelni, és senki sem születik szülőnek. Akkor mit csináljunk? Üljünk le, beszéljük meg. Annyira kézenfekvő, én szerintem, és mégis a legtöbb gyülekezetben ez nem történik meg. Most a világról nem is beszélek. Persze, hogy néha-néha jön a védőnő megbeszélni dolgokat. Lehet ilyen-olyan tanfolyamra járni, de ha egyszer a Bibliában olyan fontos téma a család, hogy igazából, ha jobban foglalkoznánk a saját családunkkal, meg az összes családdal a gyülekezetben, és mindenki egyre jobban kezdené megérteni, hogy hogy működik a család, akkor jobban mutatnánk meg itt Komáromban, hogy milyen a Szent Háromság Isten. És akkor még egy szót sem szóltunk. Hát a gyerekünknek. De másfelé nem. Érdemes. Negyed évente, mondtam valamit. Majd a tisztelendő úr mondja, hogy jó ötlete. Negyed évente. Leülni. Kisebb csoportba. 6-8 szülővel. Akiknek a gyerekei hasonló korban vannak. És a tisztelendő úr bedob egy témát, és először elmondjuk, hogy mi ezt hogy csináljuk. Hogy sikerül, hogy nem sikerül. Milyen problémák vannak. Aztán a tisztelendő úr azt mondja, hogy képzeljétek el, a Bibliának is van erről egy-két mondata. És utána beszéljük meg, hogy ez a dolog a mi életünkben hogy valósul meg, vagy nem valósul meg. Mit lehetne tenni? Annak érdekében, hogy ez a dolog jobban érvényesülne a mi családi életünkben is. Most már egy kis segítség lenne. Sőt, amikor legközelebb megakadok a gyereknevelésbe, vagy egy olyan kemény döntést kell hoznom az egyik gyerekemmel kapcsolatban az ő érdekében, amire nekem nincs erőm, és előre tudom, hogy ki fogom sírni a szívemet, akkor van ott legalább 3 másik ember, aki ugyanahoz a nemhez tartozik, mint én, akit föl tudok hívni. Gergő, figyelj! Emlékszel, hogy 2 héttel ezelőtt erről meg arról beszéltünk?
Most én ezt kipróbáltam a fiammal is nálam, nem működik, mondjál már valamit. Ti ezt csináljátok? Nem csináljátok? Hogy látjátok? Van-e valami előre lépés? Ugye a magyar mondás mondja, hogy egy falu kell ahhoz, hogy felneveljünk egy gyereket. A falu ezt még mindig tudja. Városban nem biztos, hogy így működik. Hát ha éppen nincs tartalékunkban egy falu, éppen nem vettünk egy falut magunknak, mert megszületett az első gyermekünk, akkor egy falunyi embert azért tudunk találni. Vagy legalább egy maroknyi embert tudunk találni. Akik hasonló cipőbe járnak, akik hasonló céllal rendelkeznek, akik ugyanazt akarják, mint én. Isten dicsőségére felnevelni a gyerekemet. És ahogy utaltam rá, lesznek ebben kanyarok, lesznek ebben nehézségek. Senki ne gondolja azt, hogy az én édesanyám nagyon örült annak, amikor kiderült, hogy Magyarországra fogunk költözni. Hát annak örültek a szüleim, hogy kiderült, hogy nem Afrikába fogunk költözni. Hát, az már egy előrelépés volt, nagyon féltettek bennünket. És bár többször is volt szándékunk Afrikába utazni, Istenben nekünk eddig nem engedte. Tehát biztos, hogy nekünk nem lett volna jó. De a szüleim úgy neveltek, hogy ők előre tudták, hogy én nem attól leszek boldog, hogyha azt teszem, amit ők találtak ki rám nézve. Nekem nem az ő vágyaikat kell beteljesítenem, hogy én boldog legyek. Én akkor leszek boldog, amikor azt a helyet töltöm be, amelyet Isten fenntart nekem. És lehet, hogy ez a hely ma itt van, holnap máshol, vagy amikor már felnőtt vagyok, akkor az én felelősségem, hogy mindig találjam azt, hogy még mindig itt van a helyem, hogy máshol van a helyem. De a gyereknevelés ugye egyik sarkalatos pontja az, hogy egy bizonyos feladattal kaptuk meg a gyerekeinket. A szabad így mondanom, ideiglenesen, bár mindig a mi gyerekeink lesznek természetesen, de Isten úgy gondolt, hogy azokat a gyerekeket ránk tudja bízni, akiket megadott nekünk. És ő szívesen segít, hogy mit kell tennünk. Minden gyerekkel külön-külön, mert ugye nincs sablon nevelés. Óvodában, szintén ugyanabban az óvodában beszéltünk róla, hogy egy apuk azt mondja, hogy hát ő már felnevelt három gyereket, aztán kiderült, hogy a negyediknél semmi sem működik úgy, hogy eddig volt. Ő nem is értette, hogy ez hogy. Tehát ő annyira tapasztalt, hogy már felnevelt három fiút, akkor hogy a lányát nem tudja. Ez nagy rejtély ez. De ugye nincsenek sablonos gyerekek. Az egyikre rászólunk, akkor megdermet, a másikra rászólunk, akkor kinevet. Mindenkihez megvan a saját mindenkinek megvan a saját megközelítési módja, de a cél az ugyanaz. Remélem. Olyan embert faragni belőle, aki Isten dicsőségére fog élni. Aki ugyanúgy meg fogja keresni Isten akaratát a mindennapi életre nézve. Egyedül nem fog menni. Isten már mondta, nem jó az embernek egyedül lenni. Ezért újra szeretném nagyon nyomatékosan kérni tőletek, hogy keresétek a kapcsolatot más családokkal. A nagyszülők üljenek össze más nagyszülőkkel. A óvodáskorú gyerekek szülei üljenek össze meg. Tehát akik itt nagyjából hasonló helyzetben vannak. És beszéljétek meg. Nem csak azt, hogy milyen jól sikerül.
hanem őszintén beszéljétek, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, mi az, ami előre visz. Jó lesz nektek. De nem az a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy ezáltal épülni fog Isten országa. Lehet, hogy észre sem fogjátok venni. De ennek lesz egy olyan kisugárzása, amit másnak fognak látni. Az a család, ahol Istenre figyelnek, azt a Biblia úgy mondja, hogy szent család. És a szent, az azt jelenti, hogy ragyogó. Mint a szent, ugye az az, amikor az ember nem csak vízzel lepermetezi az autóját, hanem utána még fényeresen csiszolja. Valamit rátesz, még valamit tesz rá. Na most még mindig nem elég. Nem elég, hogy tiszta. Kell, hogy fényes legyen. A szent az azt jelenti, hogy nem csak tiszta, hanem fényes. De nem kicsit fényes, hanem vakító. Annyira vakító fényes, hogy ami nem tiszta, az ott nem is tud meglenni. Erről beszélt az Úr Jézus. És ez a záró. Hogy amikor a jó cselekedeteket megtesszük az emberek előtt, meg fogják látni a ragyogást. És ha az emberek meglátják ezeket a jó cselekedeteket, ezeket a szent cselekedeteket, ezeket a szent családokat, mit fognak csinálni? Valamikor. Lehet, hogy nem azonnal. De valamikor. Dicsérni fogják az Istent. Hálát fognak adni az Istennek, hogy vannak ilyen családok is. Attól még nem biztos, hogy ők is vágynak ilyen családra. Attól nem biztos, hogy ők el tudják képzelni, hogy nekik is lehet ilyen családjuk, azt már nekünk el kell magyaráznunk. De legalább az alap megvan. Na ezt kívánom mindannyiótoknak.